Hölgyeim és uraim, most egy olyan sportoló következik, aki 5 évesen kezdte pályafutását, iskolában nem járt, de nyert 5 olimpiai aranyérmet, begyűjtött 10 Oscar-díjat, és övé az évszázad Oscar-díja is. Több mint 40 országban edzett, ma már kizárólag férfiakkal mérkőzik. Az abszolút világranglistán a 10., a női ranglistát 1989 óta vezeti. Férfi és női nemzetközi nagymester, a Söder színpadán Polgár Judit. Polgár Judit, parancsolj! Azért mielőtt leülök, azért nézd meg az hát állás. Hát nagyon. Nem tudod állapítani, hogy esetleg ez hogy ez milyen sportágat szimbolizál? Hát rá az még talán sikerül is tenisz? Nem teljesen, de már közel. Telefonálni lehet? Csak. Egy segítséged lehet. Egy segítségem lehet, igen. Ez egy mat. Jó, ez egy mat helyzet? Ez föl sem erőd. Én ilyen szép romantikus dolgokat látok, lovakat, bástyákat. De a legjobb benne, hogy tudod mi a neve? Parancsolsz? Ez gyerekkorom óta a kedvenc mat helyzet. Ez egy mat helyzet. És tudod, hogy ez a kedvenc folytott mat helyzet. Folytott mat. Elég brutális. Hát nagyon. Mert a király nem tud lépni. Nagyon. Ezt nőkkel nem vagyok a folytott mat ellen, de ezt nem kell feltétlenül ilyen bábú közbeiktatásával. Na, hülye poén, én nem tudok sapkozni, Osztás Sándor úr. Parancsolj, foglalj helyet. De remélem, hogy ennek ellenére egy Schnell partit le tudunk bonyolítani. Hány évesen győzted le első férfi ellenfeledet? Hát körülbelül 5-5,5 éves lehettem. 5 és fél. Mozart mennyi volt, mikor az első? Ilyesmi az már, ugye? Akkor már kis darabokat mi komponált? No. Úgyhogy, hát igen, nem is örültek neki a férfiak, amikor már... Hát azt nem csodálom. Volt, na, de egyáltalán mennyire, az nem lehet, hogy téged igazából nem is vettek komolyan, vagy nem figyeltek, de, elnézték. De, hát persze, elején persze, hogy nem vettek komolyan kisgyereken, kislány ellenfelek, hogy lehet. De amikor vesztetek, akkor elég rosszul éreztek. Hát mert azért bejöttél ott húzva a tapsikolós lepkédet, hát szóval azért az elég érdekes lehetett. Már megbocsáltasz. Erre volt egy sztori különben. Igen. Hogy később egy magyar sakkozó mondta, amikor nőkkel játszott, vagy egyszer nővel játszott, és akkor mondta, hogy nővel, a legközelebb kutyával. A legközelebb kutyával. Aha. Hát kicsit macsó. Egy hajszányét macsó a kolléga. Azt hallottam, hogy volt olyan, aki a pénzdíj miatt átoperáltatta magát. Honnan, hová? Bár tegyük fel így a kérdést. Nem, hát ugye, hogy honnan, hová, ez elég egyértelmű, mert a női sakk az alapjában azért gyengébb színvonalon van, tehát egyértelmű, hogy akkor melyik irányból megyünk. Igen. Tehát egy férfi volt, amit én hallottam, hogy egy férfi átoperáltatta magát nővé, megnyerte a versenyt, csak hát szerencsétlen felismerte valaki. Jézus Mária! Hát ez kellemet, hogy nem biztos, hogy kifizetődő volt az egész. Édesem, ilyen érdekesen öltöző újjában. Az, hogy te itthon maradtál, ez drága férjeddel, uraddal is összefügg, gondolom én. Hát aki? Igen, aki állatorvos. Állatorvos? És hát igen. Hogyan azért... ismerkedtetek meg? Hogyan ismerkedtünk? Bár mondjuk egy állatorvos nem köt Magyarországhoz a szakmája. Ugye, mert az én tudományom Hegyeshalomnál véget ér. Neked még lett volna a sanszot, hogy betörj Hollywoodba, öregem. Hát úgy ismerkedtünk meg, hogy nekünk van egy magyar vizslakutyánk. No. És hát el kellett vinni az orvoshoz. Na most apu úgy volt vele, hogy hát ő nem akar rossz pontot szerezni a dokinál, pontosabban a kutyánál, hogy dokihoz viszi. És akkor mondta, hogy Judit, menj le te. És pont ott volt a másik utcában, mellettünk lévő utcában ez az állatorvosi rendelő. Levittem. Ilyen magas, jóképű doki volt ott. De egyből megismert. Na! Mondom, hogyha bemutatkozott, aha, a kutyát tetőtől, talpig, fülétől, lábáig úgy átvizsgálta, hogy ez nem igaz. De mai napig állítja, hogy ez rutin vizsgálat. Igen. Jó, mondjuk amikor megkérdezte ugye, hogy hát akkor vissza kéne hozni egy hét múlva. Mondtam, hogy jó, hát oké, majd apukám visszahozza. Hát akkor látta, hogy ez nem jött be. Aha. Akkor mondta, hogy teniszezni szeret. Mondom, egy ilyen merész keresztlabdával, mi? Hey. Az én sztorimat már el sem mesélem, ez annyi lett volna, hogy ma volt egy öreg belgyógyász, és akkor jöttek a csinosabb fiatal kislányok mandula gyulladással, és akkor mondta, hogy tessék tetőtől talpig levetkőzni, de miért az, hogy én egybe akarom látni a tettet? No. Hagyományos esküvőt tartottatok, vagy csak egy lazát, kicsit, nagyot? Hát mindenki maga döntse, hogy mekkora. Hát nekem kicsi volt, olyan 140 fő volt. Na, ugye borzasztó, ez a szűkebb család?
Hát szűkebb család, szűkebb baráti kör, de hát ugye lehetett volna, borzasztó sokan megsértődtek, mert ugye ezt így szokál. Te ismerősöd, és mennyi volt férjed urad rokonsága és ismerőse? Talán a férjemé több volt, mert a család. Komolyan mondod? Érdekessége az volt, hogy ugye hát a versenyemet nem mondtam le a készülődés miatt, hanem folyamatosan készültem, mentem. Persze, anyakönyvezetők azt mondtad, hogy Huszár F3, nem? Tehát, tehát az igen helyett éppen valami mély kombináció voltál, hogy nem tudom, hogy volt, ugye? És utaztam Indonéziába, Svédországba, New Yorkba, mindenfelé, és hát ugye folyamatosan be kellett gyűjteni az ékszereket, a cipőt, a ruhát, ja, a nem tudtatok itthon készülni persze, a dologra? Persze, a ruha az itthon lett összeszedve, meg még egy-két apróság, de mit tudom én, a nyakláncomat, meg a hajba a díszemet azt a Bali repülőtéren vettem meg, vagy a cipőmet a Spanyolországba vettem meg. Akkor csapás, csapás után. Az egyik gyűrömet Izraelbe, másikat Amsterdamba. Na! Úgyhogy, sőt, elmondom, hogy hogy kérte meg a férjem a kezemet. De miért, mi az, hogy két gyűrűd van? Két gyűrűm van. Egyet, amikor megkérte a kezemet, és aztán... Úgynevezett zogerente eljegyzési gyűrű? És akkor esküvőn is kapta egyet. Nálunk ez így volt, de mondjuk az elég munkás volt, hogy megkérte a kezemet, mert Peruba voltunk. Ez neked nem esik jól. Hogy én ennyit utazom. Nem, én ettől kurva ideges vagyok, de próbálom. Emészteni a dolgot. Nehogyis, na. És Peruba a Machu Picchu-nál voltunk. Na ez az. Egész nap kirándultunk, leégtem, vörös voltam, mint a rák. És mentünk vissza a vonattal, ugye a kecskék, meg a de ez egy kifejezett kiutazás? Volt egy kis sok ne, sok esemény volt. Sok esemény volt. Na de mi irigyellek, mert általában tudjuk azt, hogy az ilyennél, tehát rengeteg olyan, mit tudom, Taróczi Balázs például panaszkodott, hogy ő szaudai szobán és teniszpályán kívül lóhát se látott az egész világból. Na, úgyhogy örülök, hogy legalább a Machu Picchu-ra ugye föl tudtatok menni. Jó, amikor versenyre megyek, akkor én sem sokat látok a hotel szobában. Azért mondom, szóval, hogy azért ezek az utazások ilyen állati jól hangzanak, ez nagyon sok ilyen. A szegény Amsterdamban Kocsis Zoltánt láttam, kinek szépen jöttek haza erről a 100 000 napos New Yorki hangverseny. Ezek ki szegény, mint egy megvert kalauz, kérlek szépen, mert nem aludt 24 órája, érted? Én imádom és tisztelem és mindent, na jó, igen, zárom. De az a lényege a dolognak, hogy jöttünk visszafelé, és akkor már teljesen hullafáradt voltam, 6 óra volt, és akkor, hát akkor még ugye a barátom, az udvarló, igen. Azt mondja nekem, hogy hát szeretnél a feleségül lenni. De erre egy választ fogadok el, mert hogyha nem olyan választ adsz, amit én szeretnék, akkor kidoblak az ablakon. Vagy mehetsz vissza Machu Picchu-ra örök életedre. Hát édesem, ez mint egy Júlia füzetbe. Hát ez úgy hangzik. Mögöttünk a Machu Picchu, kakasok, kecskék, Peru kellős közepén, indiánok. Hey! Nagyon jó. Hát a tekintettel, hogy az esküvőt relatíve részletesen tárgyaltuk, a választ sejtjük. Az igenlő választ, amit adtál. Borzasztó jó a logikád. Ugye? Na, hát ha még sakkozni is tudnék. Nem biztos, mert most lehetett volna egy olyan változat, hogy akkor nemet mondtál. Kidobott az ablakon, visszamásztál szar. Legközelebb jobban megkínáljuk ezt a történetet. Tudod, van egy pont, ahol a non-fictiontől el lehet szakadni, szóval kicsit. Na, jó van. Meg kell a dolgokat, kérlek szépen, kínálni. Én, hát mondom, kezdő vagyok. Azt tudom, hogy a ló például így. Gratulálok. Ez van ilyen? Van. Lólépés, tessék. Ide a lovasságot előre vittem, kérlek, mint Stom Marcell. Igen. Nagy a baj, mi? Már nagy a baj? Nem, a másik lóval kivegyek, az olyan szimmetrikus. Idáig még könnyen megy. Ez a szimmetrikus, a könnyű lovasság támadása. Húha, azért beszorultál. Hát nem figyelj, azért egyből milyen ellenlépés, hát mi? Hát látom, hogy te odaléptél, megpróbálok utánozni. Megpróbálsz rosálni. Vagy az nem ez? Szokták, nem tudom. Közeledek hozzá, maradjunk. Közeledünk. Jó van, akkor adjunk a lovak mellé egy-egy parasztot. Igen. Én így próbálok szimmetrikusan. Hát igen, csak közben ott hagyod a figuráidat. Ó, hát akkor ellentámadásba kell lendülnöm. Nem lépek, megeszem a lovadat, mert ez biztos készül valamire. Köszönöm szépen! Polgár Juditot látták, hallották.